Az újvárosiak számára Vókonya többet jelent, mint egy egyszerű helységnév. A mély gyökerekkel rendelkező nagymúltú puszta lassan fogalommá válik a biokultúra elkötelezett hívei körében. Cukkinis lapcsánka, fából faragott borveder, világelső hármas gémes kút, parázson készült ősi étkek, a turistabuszba bámuló és útját elálló szürke marhák, akik lehet, hogy csendes áldogálásukkal éppen gyászolták a már nyáson piruló áldozati társukat. No, és a pásztorok az ország számos tájáról. Röviden így lehetne jellemezni az augusztus 31-én vasárnap Vókonya pusztán Rózsa Péter birtokán 6. alkalommal megrendezett országos pásztortalálkozót és biofőzőversenyt. A színvonalas programról készült összeállításunk első része következik. Milyen tisztelt főzőverseny szentelő vendég sereg! Ezen elért kedves és becses napon kérem és kívánom mindenki egyenlítő gondviselést, ami jó atyánkat és Istenünket, hogy az öreg és apró szentek felettünk való őködését Isten őszent felsége úgy alkalmazza, hogy a kegyelmük lelki subája be ne porosodjék, áltatlanságnak ködmöne meg ne ázzék, hanem irgalmatlanul kitulipánoztassék. A boldogságnak bundájába jó beburkolózván úgy elvickéhessenek az életnek ezen a viszontagságos tengerén, sőt a lélekvesztő csónakán is, minden áltatosságunknak lelke bűnös testükből kilopózik, egyenesen a dicsőséges mennyei paradicsom felé tartson. Adjon a mindenható Úristen kegyelmeteknek boldog napokat, messze látó üvegen szemlélni a baj, soha az öröm kegyelmetek ez ellenszemben ne legyen, a rikácsoló nyomorúságok túl az operencián, túlrepüljenek kegyelmetek feje fele. Sőt a fenséges Úristen a kegyelmük lakására, vakkecske módjára ugrándozó friss napokat derítsen, s engedjék meg, hogy az egyfajtába tartozó sárga kölbözi paripák ezen a jó száraz vókonyai úton a kegyelmük lapos butával megütött erszényükbe oda galoppírozzanak. S ezek felett is hújon az Istenek áldása köztünk megjelent kedves vendégeinkre, szívünkből kívánjuk! Végtére is a fenséges Úristen tornyoztasson a kegyelmetek feje fölé tokai borral terhes nagy torjángos fekete felleget, s azoknak hordói csapra veretvény, kolbászok közt kanyargó, sűrt kappon mennykövek között árasztal a mindenhat Úristen a kegyelmük udvarára derék kötési vérő nagy zápor esőt. Hogyha pedig őszent felségének úgy tetszik, hogy lelkünket a Siralom völgyében élő seregek közül kiszólítja, mint a megérett gabonát a maga csűrébe betakarítja a jobb hazába, ahol Ábrahám, Izsák és Jákob úgy piros bársony bugyogóba járják a kálai kettős meg a hét országra szóló lyukverőt, vezesse be a kegyelmetek lelkét is, a már mennyei konyhából kiszolgált, jóféle pecsenyes adva befűszerszámozott vendégfogadóba, ahol becsinált borokkal, bíbisz tojásagyú, páskétommal, ecetes lencselevessel, tejfeles mártással, lekváros mákos turos zsaluskával, s mindenféle jó ételekkel, s italokkal kínálgattassanak. Hitelezőmentes, üdvözölni kívánó lelküket Isten értesse sokáig csendes békességben, családjukkal, egyetemben, sok jó egészségben, jó kívánságaimat megismételve, adjon az Isten, hogy úgy legyen, szívemből kíván! Nap volt az anyám, hold volt az apám, a kerek föld szült engem, a szél táncolni tanított, nagykövek megmorzsoltak, húscsön csont összedagasztott, amikor megszakasztott. Kedves Péter, ezzel a megáldott kenyérrel és borral kívánunk neked és családodnak minden tervedhez erőt, egészséget, és azt, hogy ez a hortobágy melléke, amelyet úgy hívnak, hogy Vókonya,
Virágozzék! Mikor került kapcsolatba a pásztorkodással? Hát én 1942-ben, 12 éves voltam akkor, mikor legelőször kikerültem a Balmazúrvási Nagytanyosi Legeltetési Társulatra. És utána? Hát utána végig ezt csináltam, kivéve 46-ot, vagyis én 47-et, szóval végig ezt csináltam. Ez egy nehéz hivatásnak számít? Hát mondjuk így nagyon szépnek, meg jónak látszik, de viszont ugye ez az időjárásnak ki van tíva az ember, mindegy, hogy esik, fú, itt kint kell lenni. Jószággal ott kell lenni. És mondjuk az a nehézségben, hogy elázik, elfázik az ember, az ott hagyni a országot nem lehet, tehát rajtunk szárad meg a gúnya, ami rajtunk van. És mi ennek a hivatásnak a szépsége, mondjuk a természet közelsége? Hát általában, aki erre rászánja magát, akkor sok mindent abba hagy. Elhagyja a szórakozást, mert ugye itt nem nagy szórakozási lehetőség van. Itt csak a jószágra kell koncentrálni, és a kint létre. És manapság a nyugdíjas években elszakadt a pásztorkodástól? Hát úgy nem szakadtam el, mert bármilyen ilyen más van, akkor mindig meghívnak meg, ahol foglalkozik az emberrel. Amúgy lovam volt, de más már az is megszűnt, szóval az idő eljárt, a ló meg ugye megkívánja a mindennapos munkát, és arra már én nem vagyok hajlandó. És hogyan és miből válik valakiből igazán jó pásztor? Hát abból válik jó pásztor, aki szereti a jószágot, és szereti ezt a nyugodtságot, meg ezt a nagy pusztaságot, ebbe elragadtassa magát, akkor jó pásztor. Utána ugye, hogyha a jószágokat felösmeri, mert ugye minden jószág más a mozdulat, a természet, tehát ebben külön foglalkozni kell. Ebben a szakmában mennyire fontos a munkatárs, a ló és a lovas közötti kapcsolat? Hát az lényeges, mert ez olyan, mint a háznál a feleség. Tehát anélkül a csikós nem boldogul. Mert ugye van olyan időszak, mikor a lovak megbokrosodnak, azután gyalogszerrel nem tud az ember utána menni, tehát egy hátasnak lenni kell, amivel közlekedik és utána menni. Mik a szakmának a nehézségei, például a mindennapokban, amikor meg kell küzdeni az elemekkel? Hát lényegesen minden napnak megvan a maga terhe, mert ugye különösen olyan időszakokban, mint az idén is volt, egyik órában esik, másik órában süt a nap, tehát ezt mindet meg kell, ezt mindet magával kell tenni az embernek. Szóval nehézségek azok mindig adódnak, főleg úgy, ha ilyen jó napos idő van, egy falkában van 200-300 darab jószág, annak a vizet felhúznak útból, és lehet látni, itt kézi munkáról van szükség. Tehát ez a legnehezebb. Hogyan telnek egy pásztornak a mindennapjai? Reggel felkelés? Hát mondjuk manapság már könnyen eltelik a nap, mert ugye egy fél nap kim van, egy fél nap bent van, meg ugye másképp adódik már a mai pásztorkodás, mint ezelőtt 10-20 éve. Mert abban az időben ugye 3 órakor kihajtottunk, akkor egész nap kim voltunk, egész nap a jószágban kellett foglalkozni. Tehát manapság már egészen másképp alakul a helyzet. Lehet a pásztorságból kiöregedni, vagy ha valaki egyszer pásztornak születik, az mindörökké az marad? Hát mondjuk aki úgy, mint én gyerekkorában megszereti a pásztorkodást, az nem hagyja abba. Én most is, hogyha most születnék, most lennék 12 éves, ugyancsak a pásztorságot is. Ahhoz fogom. Fontosak a hagyományok? Fontosak a gyökerek? Hát mondjuk nálunk a szülők azok nem voltak pásztorok, úgyhogy én 12 éves koromban kezdtem ezt a hivatást, én végig egészen 89-ig csináltam. 89-ben elmentem nyugdíjba, hát utána még otthon volt lovam, de már mondjuk nem azt csináltam, hanem saját magamnak dolgozgattam végre. Fontosak az ilyen és hasonló találkozók? Hát nagyon fontos, mert ugye a régi kollégákkal itt az ember találkozik, aztán elbeszélget a régiségről, a jelenről, a múltról, hogy lesz mindez. Tehát fontos, hogy egy ilyen találkozó legyen. Jövőre, ugyanekkor, ugyanitt? Hát jövőre szeretnék még, hogyha az egészség megengedi.
ugyanitt talál.